A karácsonyi ünnepkörben három jellegzetes tárgy volt, mint megtudtuk Lukács László néprajzkutatótól. A legrégebbi a jászol vagy Betlehem, amelynek Európában már 1000 éves a hagyománya. A karácsonyfa állítás egy újkori dolog, a 19. században jelent meg Németországban, Elzászban, céhházak, iparosok ünnepségein. Az adventi koszorú készítése pedig a 19. század második felében indult el, szintén Németországból. A néprajzkutató elmondta, a karácsonyfa a legfontosabb szokástárgy. Svájcban, Németországban, Ausztriában ugye vannak már korán óvodák, és ott állítanak a gyerekeknek karácsonyfát, és Brunswick Teréz ugye ezt tanulmányozza, és az első magyarországi óvodájában, Budán a Krisztina városban, az 1820-as években már állít karácsonyfát, és volt neki egy óvó bácsia, azaz egy segéde, aki néhány évig ott dolgozott az óvodájában, és aztán elment Nagyszombatba, Felvidékre, ott nyitott egy saját óvodat, és elvitte oda is ezt a szokást, tehát a Felvidéken is megjelent. A szalon cukor egy hungarikum volt, sehol máshol nem volt, csak a trianoni Magyarországon. Először a híres cukrászok gyártották Pesten, az egyszerű nép csak évtizedekkel később jutott hozzá. A gyertya csak a templomokban volt a karácsonyfa dísze. Lukács László elmondta, mindenki karácsonyfája is készült azoknak, akik az ünnepet idegenben töltötték, vagy olyan szegények voltak, hogy nem lehetett karácsonyfájuk. Az első világháború idején állították az elsőt a frontban meghalt katonák emlékére, később már a nagyvárosok főterén is állítottak. Fehérvár nagyon előkelő helyen áll ebből a szempontból, mert azt tudjuk, hogy a 30-as években a Magyar Rádió Részvénytársaság állított, azt mondhatjuk, hogy talán először mindenki karácsonyfáját a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőjére. Erről van nagyon szép fénykép is, de Székesfehérvár is azzal büszkélkedett, hogy a püspöki levéltár fotótárában őriznek két fényképet, az 37 előtti időből. Az egyik az a püspöki palota előtti püspök kuton volt a nagy mindenki karácsonyfája. Ez körülbelül megfelelt a mostani mindenki karácsonyfának, ami a városháza előtt van. A néprajzkutató hozzátette, persze is volt a mindenki karácsonyfája alatt, amelyben a rászorulóknak gyűjtöttek pénzt, ajándékokat. A karácsonyfa a templomokban, az iskolákban, a kaszárnyákban is megjelent.